Meddig bírja még Vilmos herceg? Hatalmas nyomás nehezedik a trónörökösre. Harmadik Károly király februári bejelentése után most Katalin hercegné is tudatta a világgal, hogy daganatos betegséggel küzd. A király kemoterápiás kezelésekre jár, ideglenesen átadta feladatainak nagy részét Vilmosnak, aki, ahogy tőle elvárják, megjelenik a nyilvános eseményeken. Az elmúlt hetekben azonban már csak egyedül képviselte a királyi családot. Borzasztó lehet Vilmosnak minden nap a mosolya mögé rejtenie fájdalmát. Apja mellett beteg feleségéről és három gyermekéről is gondoskodnia kell. Erősnek kell maradnia a nyilvánosság előtt, apaként és férként is támasza kell legyen a családjának. Szerinted?